Sziasztok, Bartus Marci vagyok, ez pedig itt a Zicsi Színműhely Report magazinja, a Hinta. A műsorban beszélgetünk színházról, életről és mindenről, ami úgy alapvetően érdekli az ember. Az első előadás, amivel foglalkozunk, Nemes Nagy Ágnes aranyecsetje, első vendégünk pedig Fekete Linda színművésznő. Tartsatok velem! Nézd, ezt is vesszük már. Vesszünk mindent, köszönjük, nem baj. De... Na, szia Linda. Hello. Szóval igazából azt szeretném megkérdezni tőled, hogyha már Nemes Nagy és aranyecset, és itt vagyunk egy nappal Ágnes névnap után, hogy ezzel az aranyecsettel te mit festenél, hogyha bármit festhetnél? De mindenért? Minden. Tehát nincs olyan, hogy minden. Na hát ezt azért nem meg. Vagy tudod, ezt igazából nem a kérdés az obszín, hanem a válasz. Ez nehéz. Hát ami nekem praktikusan most nagyon jól jönne, az egy vadiúj, friss, ropogós gerinc. Wow. Tehát egy új gerincet kérnék, és nem azért, mert gerinctelen vagyok, bár igen, lehet, hogy néha annyira szeretnék gerinctelen lenni, minden szempontból jól járnék. Meg... Hát jól jönne, igen. Igen. Nem, csak tényleg sok problémám van a hátam, nekem 20 éves korom óta egyfolytában fáj a hátam, tudod, és olyan, nem jó tudom elképzelni. Jó pályát választottál akkor, igen. Ez pont jó, hogy el sem tudom képzelni, hogy milyen lehet, hogy az ember fölkel, és éppen nem fáj. Tehát nem tudom, hogy ez milyen. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy egy ilyen jó, de ilyen ruganyos, tudod, így bármit meg tud, egy tripla szaltot, egy anélkül bemelegítés. Egy giliszta hát, igen. Igen. Tehát egy új gerinc. Erre vágyom hát most. Szuper, valaki tud, akkor kérem jelentkezni. Fekete.linda, tudod, elküldöm az e-mail címet, hova lehet. Félinde, és hogy ha már itt tényleg a ruganyosságról, akkor, hogyha kimondom azt a szót, hogy hinta, az neked... Bú! Na, tehát így mit kellett? Nem tudom, hogy gyerekkorban hinta fölle, és akkor... Hát ez igaz, végülis akkor a fent és lent. Igen, tehát fönt és lent azt jelenti, de én nagyon-nagyon szerettem egyébként hintázni, és mindig úgy löktem magam, hogy már szinte majdnem, hogy átpördültem. Tehát én nagyon szeretem az ilyen nagy magasságokat. Szóval most is így élsz, hogy próbálsz ebben. Igen, de hogyha konkrétan hintába kerülném, akkor tényleg sajnos ez, hogy már nem annyira bírom. Tehát, hogy tudod, engem elvinni mondjuk egy... Vidám parkba, az valaki nagyon jól jár, mert nagyon olcsón megúszta, mert semmire nem merek fölülni, tudod, arra kis kukacra, ami nagyon lassan mozog, és ilyen pici gyerekek ülnek benne. Ezzel nagyon egyetok érteni, borzadály, hogy lehetsz Vidám parknak hívni, de nem, nem tudom készen, tehát horror film az egész. Igen. Úgyhogy azért mondom, hogy ez a hinta, ez a föl le, és gyerekkorban nagyon, most már csak így óvatosan. És ha már gyerekek, az is tök jó, hogy így ezeket felhozod nekem, és segítesz a kérdésekben, hogy mit üzennél most a fiataloknak, de nem kell csak a fiataloknak, mert igazából bárki fiatal, aki annak érzi magát, hogy miért járjanak hozzánk színházba, meg egyébként miért járjanak színházba sokkal többet? Szerintem hozzánk mindenféleképpen azért, mert mi különbségeket szolgálunk föl, tehát hogy egészen a pici gyerekektől a nagyon a nagyon gondolkodó felnőttekig, tehát próbálunk tényleg mindenkit kielégíteni. És szerintem színházban azért jó járni, mert akkor az ember kisminkelheti magát, csinálhat magának egy jó haját, fölveti a legújabb trendi ruciát, nem, de nyilván egyébként ez egy olyan találkozó hely is. Tehát, hogy azért érdemes szerintem színházba járni, mert ott akkor arra lehet készülni, egész nap benned van az a zsongás, hogy este történni fog veled valami, akár találkozhatsz valakivel, megnézed utána, van miről beszélni, hogy mi történt, mit láttam. Szóval szerintem ez mindenféleképpen egy ilyen szociális intézmény, hogyha úgy vesszük, mert összehozza az embereket, és tudunk együtt gondolkodni. Tök jó, igen. Figyelj, csak mondok neked három szót külön-külön. De izgulok! Egy a hintából kiindulva, az is jól ment. És igazából az első mondat, vagy szó, ami eszedbe jut, arról a szóról, amit mondani fogok, az arra lennénk kíváncsiak. Jó. Az első szó az egy, hát tulajdonképpen annyi lenne, hogy család. Család. Négy. 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 Tök jó. Erdő. Erdő. Lombok. Fehér. Nem tej. Köszönjük szépen, Fekete Linda.